Hello mindenkit, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit a Sims 2 Városi Krónikák második részében. Ugye már ott hagytuk abba, hogy a kis vendégeink még mindig itt vannak, és nem tudom, mit akarnak csinálni. Na már most. Látod, na most már mennek is el. Csak emlegetnünk kellett, meg pár másodpercet kellett volna várni az utolsó részbe, de hát... Most mit tudok csinálni? Takarítsd el, takarítsd el, takarítsd el. Azt is takarítsd el. Meg szerintem... Menj el WC-re. Utána folytasd a főzést, tegyek efe. Ó, első fejezet vége! Hoho! Első napom négy sarokban izgalmas volt és felkavaró. Először őrült nénikem dönt úgy, hogy világgá megy, alig 5 perccel érkezésem után kicsi felfrissülve találkoztam néhány helyébelivel. Fiúnak lassz csaj, de álljon meg a menet. Telesopos kávéfőző? Legalább Miki jóképű srác, vajon van valaki-e? Nem tudom, mit gondoljak Agóráról, ő is okés, de valahogy mesterkelt. Nem mérsékelt, hülye vagyok. Mindegy. Jól mulattam, és kicsit össze is barátkoztam Mikivel, akár hiszed, akár nem. Későre jár, úgyhogy hunynom kéne egyet, nem kellett volna most arra Sharon néninek már visszatérnie? Hát, nem tudom. Kérlek, várj. Úgyis eszel egy keveset, aztán pedig zuhanyozz le egy kicsit. Majd pedig takarítsd el azt a tányért. Utána pedig, ha jól látom, ez a te szobád, szóval ott kéne aludnod. Szerencsére itt nincs állat, szóval. Ó, külön fürdőnk van, most nézem. De komoly. Hát úgy tűnik, itt maradok egy darabig, előbb-utóbb munkát is kellene keresni. Szóval, munkavállalás. Úgy tűnik, négy sarokban leszek egy ideig, akár munkát is vállalhatnék valamikor. Munkakeresésre használd az újságot, vagy a számítógépet. Használjuk az újságot, mert a számítógépen nem... fordítva. Használjuk a számítógépet, meg az újsághoz nincs kedvem kimenni. Belepörgetünk az időbe, és talán mire felébred, addigra tudunk keresni állást, vagy nem. Ugyanis csórik vagyunk, 1325 szimoleonunk van, ami ugyebár nem a legtöbb. Ez az. Szórakoztató ipar számára gyakornok 240. Keresés folytatása. Gyakornok, szórakoztató, keresés folytatása. Jó, akkor gyakornokok leszünk, jó? Felfogtam a célzást. Jó, gyakornokok leszünk. Jézus, gyakornok, 240, ez az. Ó, mi ez? Lehet, hogy kaptam néhány e-mailt SimCity-ből a barátaimtól, nézzük meg. E-mailek elolvasása. Talán kaptam néhány e-mailt SimCity-ből a barátaimtól, persze valószínűleg lánclevelek, ezért mégiscsak jobb, ha megnézem őket. Nem játszol most. Ó, basszus, nem tudtam elolvasni! Pont rá kattintottam, basszus! Szóval itt ez a hatalmas ház, és napig garázzálhatunk benne egy esetben. Vajon hol tartja Sharon néni a diszkógömbjét és a reflektorokat? Húha. Szóval a karizmánk az megvan, szóval az... Hétfő, kedd, dupla V? Szerda. Csütörtök, szombat, vasárnap. A dupla V-t azt nem értem. Munkába menni. Ha a Sim nem mutatkozik a munkahelyen, nem várhatja el, hogy fizetést kapjon. Ez eddig csoda, hogy valamelyik Simem is akart munkába menni. Szóval ez érdekes. Rúgja fel. Oké. Megnézzük azért a másik állásokat is. Hát be kell vallanom az, hogy csak az enyém a ház, nem is olyan szórakoztató, mint gondoltam, mi lenne, ha áthívnám azt az ördögie jóképű Mikey Smith-t, hogy feldobja a hangulatot. Még azért először nézzük meg az álláshirdetéseket. Asszisztens 280 ér. Gyógyászatban. 196, zsebtolvaj, az nem ennyire kifizetődő. Gyakornok, jó, lesz a gyakornok. Keresés befejezése.
Mit kell, be kell ismernem az, hogy csak az enyém a ház, nem is olyan szórakoztató. Igen, nyomd meg a tét a telefon menüjének megjelenítéséhez, majd oké. Először is dobd ki. Hívás. Sim. Utána kapcsolt ki. Kicsit a gyorsabbikból. Mike Smith. Szeretnéd áthívni magadhoz? Áthív. Válaszoljon. Mindig öröm látni téged, pár perc múlva ott vagyok. Ja, mobilis. Oh, pont ő hívott. Átöltözik hétköznapi ruhába, mert hát mégsem mehet úgy ki. Na mindegy. Kicsit pucold meg ezt. De miért azt használjuk, amikor itt a sajátunk? Na mindegy. Jó, van egy új barátunk, mezei hizelkedők vagyunk. Takarításba pontot szerzünk, vagy nem? Mit akarsz csinálni? Használd a WC-t. Úgy, oké. Okay. Ó, tényleg éhes vagy, akkor azt hiszem a H betűt kell megnyomni. Ugyebár most nincsenek itt zárójelben a... mi a francok, hogy mit kell megnyomni, hát ezért nem is tudom. Nem eszik ez, hanem zabál. Pár perc, már egy óra eltelt, he. Hogy vagy? Hogy? Ah, fáradt vagyok, entschuldigung. Hosszú nap volt. Maradjunk annyiba, szemét kivitele. Mit akarsz csinálni? Nem zuhanyzol. Nem akar átjönni. Ez borzasztó. Akkor kihasználjuk és pesgőfürdőzünk. És mondjuk tanuljunk egy kis főzési tudományt. Ami nem pont interaktív dolog, de hát mégiscsak jobb, mint más. Utána majd elküldjük. Oké, szerzett egy főzéspontot. Elküldjük aludni, és akkor holnap reggel áthívjuk Mike-it. És akkor meg lesz az, mert gondolom, most ugye délután kelt fel, és az nem volt a legjobb. Jó, ennyi elég is lesz. Az a rohadt fa mindig útban van. Pizsamában alszik, kész. Úgy alszol, mint a kis angyal. Miért nem gyorsul fel még jobban az idő? Egy órán belül megdolgoznia kell, de jó. Használd a WC-det. És már mehetsz is dolgozni. Hú, de tragacsa jöttek erre, bár mondjuk jó. Még csak az első munkanap. Gyakornokként, hát ja, most mit tudunk csinálni? Azután meg majd kicsit el kéne küldeni enni. Ja. Meg mikor ér haza? Riley hibát talál a leltárban, de a kijavítása sok pénzbe kerülne. Szóljon a főnökének, vagy ne? Hozza rendbe. Riley jelenti a problémát a főnökének, aki ezt saját érdemének állítja be, és őt még csak meg sem említi. Rendben. A mocskos főnök. Learatja itt a babérokat. Nem elég, hogy az első nap van szegény leány, de még ez is... Jó. Oké, talán most már hazaér. Oké. Ez az, 240 szimoleonunk van. Hívás, szíme, most viszont áthívjuk. Mikey Smith, áthív. Előbb is ezt mondtad, mégse jöttél át. Zuhanyozz le. Ezt megkap... Ó, hello.
Üdvözlik. De miért hozta magával arról Agórát? Agora úgy döntött, csatlakozik. Remélem nem bánod, egyszerűen nem lehetett lebeszélni róla. Ez az. Fürdözzön egy kicsit, mert hamarosan büdös lesz. Csomag átvétele. Riley, nézd, hoztam neked valamit. Oha. Na vajon mit kaptunk? Örökké friss szobanövény. Ját már úgy, hogy egy növényről nem tudta eldönteni, igazi vagy művirág-e? Fogta már meg a leveleit, hogy megtudja, élő vagy műanyag? Azon senkinek sem kell hosszasan töprengenie, hogy az örökké friss szobanövény igaz ilyen. Nyilvánvalóan nem az. S bár művirág magában hordozza az élővirág szépségét, varázsa nem abban rejlik, hogy titkolja mi voltát, sőt büszkén hirdeti. Művirág! Anyád. Nem csúdigunk. Éneket nem szabad mondanom. Ú, basszus. És miért pont ekkora művirágot adtál nekem? Ez a randi egy dolog... Ez a randi egy dolog kivételével remekül alakul. No, de se baj. Itt az idő, hogy lecsapjak Mikey Smith-re. Hoha, mit kell csinálnunk? Ideje lecsapni Mikey Smith-re. Úgy fest ez a randi, jól alakul, egy valami kivételével. De ne izgasd magad a nő miatt. Na akkor rajta ideje lecsapni Mikey Smith-re. Tip, ügyelj arra, hogy a kettőtök kapcsolata elég magas legyen más társas interakciók révén, amikor eléritek a megfelelő kapcsolati pontszámot, a flirt menüpont alatt megjelenik majd a kacérkodás opció. Oké. Szóval... Szórakoztatás, viccmesélés. Flirt, kacérkodás még nincs. Ölelés, baráti. Játszom mondjuk csiklandozósat. Kényeztetés, bókok. Sharon néni az meg eltűnt az éterben. Flirt, kacél, elbűvölés. Megpróbálunk flörtölni vele. Édesgetés. Flirt stírölés. Flirt sugalmazás. Flirt ölelés baráti. Játszon csiklandozósat. Ó, most nem, még nem. Szórakoztatás, viccmesélés mondjuk. Kényeztetés, hátmasszázs. Kacérkodás kell nekem, de az még mindig nincs. Telefon. Válaszoljon. Gyorsan felpörgetjük kicsit az időt. Nem érdekelsz. Kacérkodás! Ez kell nekem! Ez az, meg is volnánk. Flirt. Oké. Bögdösik. Miért bögdösnek? Kikérem magamnak. Hogyan merészeli a saját nénikém házában, amint összeszedtem a bátorságomat, leszámolok ezzel a ronda tehénnel. What? Oké, megállítjuk az időt. Agora elküldése. Hogyan merészeli? Igen. A saját nénikém házában, amint elég bátorságom lesz hozzá, megtanítom kesztyűbe dudálni. Az éles helyzetek megteremtéséhez a kapcsolatmutatókat negatív tevékenységgel lehet lejjebb tornászni, mint amilyen a bögdösés és a sértegetés. Oké. Bosszantás. Sértegetés. Bosszantás. Oké, a sértegetés az jó lesz. Bosszantás, sértegetés. Verekedés, bögdösés.
Kérje meg, hogy távozzon agóra. Ez nem ment túl jól, úgy tűnik van egy ellenséged négy sarokban. Miki megismerése sikeres, azt hiszem jól állunk Mikivel, vagy Mikeyval, bocsánat. Egy kicsit még logok vele, aztán jöhet a jó étpuszi, holnap még annyi minden vár rám. Flört, kacérkodás. Ölelés romantikusan. Csók még nincs, igaz? Nincs. Ahogy látom, Riley is bejön neki. Szóval ölelés még egyszer romantikusan. Flört, kacérkodás. Nem jogázunk. Nem. Flört, elbűvölés. Kicsit arrébb menjünk, hogy azért meg itt találja már többször. Édesgetés, viszlát. Na, elmész a francba. Használd, utána pucold meg. E-mailek elolvasása mondjuk. Nem kapott e-mailt. Játsz ezzel. Ó, második fejezet vége. Ez az. Sharon néni nem tért vissza, de küldött egy e-mailt, amiben megírta, hogy pár napig távol lesz, ezt véletlenül tovább kattintott a mentsuldigunk. Vajon kivel lóghat? Szerencsére nem nagyon voltam magányos, mert átjött Mikey, sajnos agóra is. Rögtön nekem esett, amiért barátságos voltam Mikeyvel, Mikivel? Nem tudom most már, hogy mondjam. Hát nem csak barátságos, de mindegy. Megmutattam neki, hogy engem nem lehet egykönnyen megfélelmíteni, hülye liba. Az a baj, hogy most csak egy képet mutat. Na mindegy is. Oké. Pucold meg azt is. Oké, és akkor most elküldöm. Ez a szerzetet takarításpontot. Elküldöm aludni, és itt lenne vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben akkor Riley holnap megy dolgozni 9-re. Szóval talán feljebb lép majd a ranglétrán, mert karizmája megvan, takarítás, minden más pont nem kell még egyelőre. Szóval Mikeyval vagy Mikivel is talán jól alakulnak a dolgok. Reméljük. Következő részben kiderült. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!